Presztyenszky Zsuzsa a vendégem, és megtanít bennünket a rokka és a vele való bánásmódra, és megtanuljuk, hogy mi mindenre jó ez a régen elfelejtett, csodálatos rokka, és látni fogjuk őt fölkészíteni, ezt a rokkát, és láthatjuk, ahogy elkezd vele fonni, és részünk lehet egy transformálásába az anyagnak, amikor az állati szőrből egyszer csak fonal lesz, és aztán láthatjuk az eredményt, amikor a fonalból csodálatos hordható darabok lesznek. Azt kérdezném tőled, hogy mikor jutott eszedbe, hogy ezzel foglalkozzál? Másfél évvel ezelőtt az interneten találtam külföldi blogokon nyomát annak, hogy még mai napig fonnak az emberek, és rögtön megfogott a lehetőség. Mert én korábban varással is foglalkoztam, és nagyon zavart, hogy az alapanyaga egy kész termék. És a fonás esetében az alapanyagoktól a színekig végül is minden az ember kezén megy át. Mi mindent csinálsz akkor, amikor mondjuk egy fonalat olyan mennyiségűre sodorsz, hogy abból már tudod, hogy lehet valami? Akkor mi történik benned? Akkor ránézel, és azt mondod, hogy most mondd meg, hogy mi akarsz lenni. Így igaz. No, ne! Egyrészt tervezhetetlen, tehát nagyon nagy tapasztalattal kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember pontosan tudja, hogy milyen lesz a végeredmény. A szerencsefaktor, a véletlen, az mindig ott munkálkodik a fonás közben. Uh-huh. Az alapanyagok és a színek kezünk alatt formálódnak, és percről-percre változik az összkép. Döbbenetes! Valami egészen, valami mágikusság van ebben, hogy jár a két lábod, a két kezed, forog egy kerék, aztán itt fönt még több kerék, és akkor alakul egy motrin, minek hívják? Ha legombolítjuk az orsóról, akkor egy motrin fonal lesz. Igen, és akkor kezdődik az újabb alkotás, mert ugye most csak a szőrből készül a fonal. Igen. És akkor jön a motring fejezet, amikor a motringból vagy szőz, vagy fonsz, vagy illetve ez a fonás. Ez a fonás, vagy szövünk, vagy kötünk, vagy horgolunk. Ezekre alkalmas a fonal. És hát én szeretem, amikor így megmutatkozik egy fonal, hogy ő mi szeretne lenni. Mielőtt bármit kezdenék vele, sokáig nézegetem, barátkozom vele a színeivel, a textúrájával, a vastagságával. Uh-huh. És ír egy benyomás, és ez alapján keresek hozzá elképzelést, mintát. Uh-huh. Tehát ez szerintem egy csodálatos dolog, amivel jó lenne, ha foglalkoznának öregek, fiatalok, minden korosztály. Bár folyamható. Egészen kicsi kortól kezdve. Érdekes, hogy a kicsit már még 4 éves kislány is volt, aki ösztönösen tudja. Nem kell tanítani, elég a kezébe adni, és tudja. Fantasztikus. De mondom, azt is lehet, hogy iskolába teszem azt, középiskolába, vagy általános 7-8-osok számára ez például iskolai tantervbe is be lehet építeni, hogy mire kijönnek az iskolából, legyen a kezükbe valami, amiből meg tudnak élni, és saját maguk számára azokat a holmikat, amiket szívesen fölvesznek, meg tudják csinálni. Ez több szempontból is hasznos lenne. Egyrészt az a helyzet, hogy ma Magyarországon elégetik a gyapjút. Jaj, ne! Mert nem tudják a módját a feldolgozásnak, illetve mivel a kártoló üzemek, a gyapjúfeldolgozó üzemek bezártak, megszűntek, elvétve találni egyet-egyet, ezért úgy gondolják, hogy költséges lenne külföldön, vagy pedig nem is megoldott a feldolgozása, és inkább lemondanak róla. Pedig igazából a tudás is és az eszköztár is adott. Mondd, és az egész textilipar alapja a fonalkészítés, és az összes textil fonalból készül. És én emlékszem, amikor még a 3. kerületbe teszem, azt ott volt a Goldberger gyár, és eszméletlen gyönyörűséges dolgokat gyártottak ott az asszonyok, lányok. És ez most már nyomaiba sincs, ahogy tudom.
Igen. Hát akkor van egy zseniális alkalom, többféle dolgot lehet ennek kapcsán beindítani. Teszem azt, a fiúk elkezdhetnének tanulni rokkát gyártani fából, nem? Ez egy dolog. És utána pedig a kislányok, asszonyok pedig elkezdhetnének értelmes munkával foglalatoskodni otthon először, aztán klubokba összegyűlve, hogy régen ugye jártak az emberek a fonóba, hát ezt föl lehetne eleveníteni, újra lehetne ezen közben énekelni, mesét mondani, és tudni azt, hogy ezen közben hasznos dolgot művelünk. Mert hiszen lesz belőle hordható ruhadarab, zokni kesztyű, sál, sapka, ruha, és mindaz, amire naponta szükségünk van. Maga a roka egy nagyon egyszerű szerkezet, de fonni nem csak rokkán, hanem kézi orsón is lehet, ami kevésbé költséges. Én mindenkinek szívből ajánlom, aki fogékony a kézi munka, vagy a kreativitás iránt. Semmilyen előtanulmány nem szükséges hozzá, könnyen tanulható, és a végeredménynek csak a fantázia szabhat határt, hogy mindent lehet kihozni belőle. Ezek a tárgyak, amik készülnek, egyrészt praktikusak az alapanyag miatt, tehát a természetes alapanyagok, ezeket nem lehet iparilag, mesterségesen műanyaggal utánozni. Gyakornak olyan tulajdonságai vannak, amit még a nanotechnológia sem érhet utol. Az pedig nem kevés. Rendkívül jó szigetelő, hatalmas nagy a vízfelvevő képessége, saját súlyának egyharmadát képes felvenni a gyapjú, úgyhogy még mindig, tehát anélkül, hogy nedves tapintása lenne. Azt kevesen tudják például, hogyha a gyapjút meggyújtjuk és eltávolítjuk a hőforrást, akkor önmagától elalszik. Hát nagyon sok mindent nem tudunk a gyapjúról ezek szerint. Nagyon ügyes ez a dolog, nagyon-nagyon-nagyon. És nagyon kívánatos volna, hogy tényleg egyre többen idősek otthonában, aki még keze-lába jól jár, az nekiálljon és újra elfelejtett, rég elfelejtett kedvtelését, munkálatát újra fölvegye. Aztán kismamáknál például, akik a saját gyermekük számára megfonnák a fonalat, utána megkötnék belőle a kis bébi ruhákat, mint ahogy az régen rendszerességgel így volt. A lányok addig nem mentek férjhez, ameddig meg nem szőtték, fonták a saját kis tafirungjukat, és hát ez azért jelentett valamit, a felelősséget az iránt, hogy igenis. Én tudok valamit, ami az alkotóból belém szorult, és most íme kikívánkozik, és lesz belőle kis zokni, kis sál, kis kabát, kis rugdalózó, és egyebek, amiket aztán szívesen hord a bébitől kezdve, nagymama koráig mindenki. Nagy válkendők, kis válkendők, mindenféle kis díszítő elemek, egyszínű ruhákra, kis gallérok, övek, sálak, nagyon divatosak, és szépen tudnak lenni, és az értékük még nagyobb, hogyha azt hiszem, hogy mi magunk készítjük. Igaz. A kézi orsós fonás következik, mint valami egészen más valami. És tökéletesen ugyanaz történik, mint a rokán, csak függőlegesen. Aha. És lassabban. Tehát a kettő közül a rokkal termelékenyebb, viszont ez a legősibb fonóeszköz. Régen ugyan nem fából készült, hanem egy kis agyakorongba szúrtak egy botot. De minden kultúrában megtalálható a kézi orsó a kezdetektől. Óriási. És a rokka ennek a továbbfejlesztése.